Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Lövésekkel köszöntötték az új évet. A gyulai vár 1566-os ostromára is emlékeztek a hagyományőrzők. Egészséges újszülött. Január 2-án született meg az év első gyulai babája. Javul a helyzet Békésben. Januárban is tovább folytatódnak az oltási akciók. Turisztikai tanácskozás. Gyulai és Békés Csabai résztvevőkkel zajlott a megbeszélés. Cipős dobozban jött a segítség. Sikeres volt a rászorulókat támogató kezdeményezés. 2022. január 1-én délben is 16. századi fegyverek másolatával leadott lövésekkel köszöntötték az új esztendőt Gyulán. Az érdeklődők 4 különböző korhű fegyver replikával, valamint 2 ágyúval ismerkedhettek meg a helyszínen. Ez a nap híre. Készül! 1-es! Gyulán már hagyománynak számít, hogy január 1-én délben a várból díszlövésekkel köszöntik az új esztendőt. A programon 4 korabeli fegyver korhű másolatával adtak le lövéseket a Gyilokjáróról, a Maróti Hagyományőrző Egyesület és a Kerecsényi László IS Egyesület korhű kosztümbe öltözött hagyományőrzői. Az előbbi egyesület a gyulai várhoz kötődvén a vár építtetőjének és első tulajdonosának családnevét választotta. A csapat tisztelegve a Maróti család, Mátyás király és fia Korvin János emléke előtt az őket Gyulához kötő időszakot igyekszik felkarolni és bemutatni a hétköznapokban. Itt 4 puska szólalt meg, egy 15. századi arkebusz, hogy a korban sorban menjek, egy hajdúpuska, egy szakállas puska, illetve egy spanyol puska. Ezt követően a várudvaron az ide látogató érdeklődőknek ezeket a fegyvereket kézbe tudtuk adni, meg tudtuk mutatni, el tudtuk mesélni, hogy pontosan ezek hogy mind működtek, és hogyha kikérdezett, azokra tudtunk válaszolni. A program jelentőségét erősíti, hogy ilyenkor az új év köszöntése mellett az 1566-os gyulai várostromának hősvédői előtt is tisztelegnek. Ők voltak azok, akik a magyar hadtörténetben páratlanul hosszú ideig, 63 napon keresztül tartották fel a 15-szörös oszmán haderőt. Emellett pedig a gyulai kiállítóhelyeket működtető non-profit Kft. Fontosnak tartja azt, hogy a városba érkező turistákat a lehető legmagasabb szinten szolgálja ki, hiszen városunk az idegenforgalomból él, fontos tehát, hogy visszatérő vendégeink legyenek, akik itt vannak, itt tartózkodnak, azok jól érezzék magukat. Ez egyébként egyértelműen leképeződik a nyitvatartásunkban is, hiszen nem csak a mai napon, január 1-én tartunk déltől, délután 4 óráig nyitva, de kollégáim szolgáltak már a tegnapi napon, szilveszter napján is, és hát a két ünnep között, de még karácsonykor is vártuk a városba érkezett turistákat. A Gyilokjáróról leadott lövések után a vár előtt 2 ágyú is megszólalt. Rácz Benyámin az idei év első Gyulán született babája. Január 2-án vasárnap reggel született meg az év első babája Gyulán. Az újszülött a Rácz Benyámin nevet kapta. Egy sarkadi édesanya 3. gyermekeként látta meg a napvilágot. Baranyi Nikolett, a szülészet nőgyógyászati osztályorvosa arról tájékoztatott, hogy a kisfiú természetes úton 4200 g súllyal és 51 cm-rel született meg. Javul a helyzet Békés megyében. 3 nap alatt csak 71 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Stagnál a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja a Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi adatai alapján. Az országos átlagkoncentráció továbbra is jelentősnek mondható. Békés Csabán a vírus koncentráció mérsékelt, a tendencia stagnáló. A legutóbbi 3 nap alatt 71 új esettel 38.609-re nőtt a Békés megyei koronavírus fertőzöttek tavaly óta nyilvántartott száma. Országosan 5.865 új fertőzöttet igazoltak 3 nap alatt, elhunyt 248, többségében idős, krónikus beteg. Érezhetően csökkent a kórházban ápolt emberek száma, egy hónapja még 7.463, míg most 3.313 beteget kezelnek covidos tünetekkel.
December 3-án 566-an voltak lélegeztetőgépen, most ez a szám 318. A beoltottak száma 6.266.000, közülük 3.178.000-en már a megerősítő harmadik oltást is felvették. Az Omikron vírus variáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat, és a megerősítő oltás felvételére a 4 hónapnál régebben oltottakat. Januárban minden csütörtök és péntek délután, illetve szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben. Mindkét városban abban bíznak, pozitív folyamatok indulhatnak el idén. A napokban tanácskozást rendezett a Gyula Békés Csaba Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség. A napokban tartotta évzáró ülését a Gyula Békés Csaba Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség. A közelmúltban megalakult szervezet a remények szerint mindkét város életében pozitív változásokat hoz majd. A szövetség közgyűlésén és felügyelőbizottsági ülésén értékelték éves tevékenységüket. Megtartotta a szövetség az idei év zárásához szolgáló közgyűlését és felügyelőbizottsági ülését. Ugye a szövetség munkáját is erőteljesen befolyásolta az idei évben a pandémiás környezet, és ennek megfelelően az eredetileg tavaszra tervezett első térségi szakmai konferencia október 7-ére csúszott át, és a szövetség közgyűlése kiértékelte a konferenciát. A felek átbeszélték az őszi szakmai konferencia tanulságait, hogy az előadók ötleteit és elképzeléseit még jobban összehangolják, árulta el Komoróczki Aliz, a szervezet elnöke. Az ülés napirendjén szerepelt az első térségi gasztrotúrával kapcsolatos tapasztalatok átbeszélése, mely program folytatásáról egyhangú döntés született. Most a szövetségi közgyűlésen kitárgyaltuk a térségi együttműködés és szervezés úgymond gyerekbetegségeit is, mert ilyenek azért voltak, de mindemellett úgy ítéltük meg, és a visszajelzések alapján úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy ezek az események továbbfejlesztésre alkalmasak, és igenis van rájuk igény. Így aztán azt tűztük ki célul, hogy 2022-ben az év első felében további 3 térségi gasztrotúrát szervezünk, mely a térség hungarikumaira épül, elsősorban nyilván a kolbászra és a pálinkára, illetve mindemellett a nemzetiségek konyhájára. Az ülésen értékelték a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett szakmai programokat is, illetve döntöttek a két város turisztikai szövetségének jövő évi szakmai munkatervéről. Idén közel 300 cipős dobozt gyűjtöttek össze a Baptista Szeretett Szolgálat akciójában. A karácsony előtti gyulai eseményen 80 rászoruló család kapott ajándékot. Közel 20 éve minden év karácsonyhoz közeledve meghirdeti cipős doboz akcióját a Baptista Szeretett Szolgálat. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik évről évre a gyulai gyülekezet is. A cipős doboz akció célja, hogy rászoruló családokat, gyermekeket ajándékozzanak meg karácsony előtt pár nappal. Így történt ez a tavalyi év végén is. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester kiemelte, a pandémia nagyon sok közösségi élménytől megfosztott bennünket az adventi időszakban. A lényeget még a pandémia sem tudta megváltoztatni, a karácsonynak az igazi üzenetét megértjük valamennyien, és a karácsony igazi értékvilágát valamennyien képviseljük, és ez pedig egyrészt az embertársaink felé való odafordulás, a rászorulók megsegítése, és ezáltal is a szeretet megnyilvánulása. Amikor a rászoruló gyermekeknek bárki a cipős doboz akció keretén belül ajándékokat juttat el, akkor ezeket az értékeket juttatja kifejezésre. Idén közel 300 cipős doboz gyűjtöttek össze Gyulán. Egy részét az imaházban, a másikat pedig az Almási kastélyban adták le az adományozók. A gyulai eseményen 80 rászoruló család kapott ajándékot karácsonyra, 40 cipős doboz jutott Sarkadra, emellett küldtek dobozokat az országos cigánymissziónak, valamint a mezőgyáni rászoruló családoknak is. Igen, egyrészt szeretnénk ugye megajándékozni a gyermekeket, másrészt pedig karácsony előtt vagyunk két nappal, szenteste előtt két nappal, és szeretnénk ezeknek a családoknak nagy
nagyon áldott ünnepet kívánni azáltal is, hogy elmondjuk számukra a karácsony üzenetét, hogy megszületett Jézus Krisztus a világ megváltója, és számukra is ezeknek a gyermekeknek és a családoknak is reménységük lehet ebben a világban. Az eseményt a Kacagó Báb Színház műsora színesítette. A te szalmakonyhódat első fújása elfújta a farkas. Fontos cél az ellátás folytatása, illetve a tudás átadása, mondta a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány elnöke. Rövid hírek következnek. 2019 márciusában indult el a koraszülött mentés Békés megyében, Békés megyei járművel. Azóta közel 460 koraszülöttnek, újszülöttnek tudtak segítséget nyújtani a szakemberek. Abdurrahman Abdurrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány elnöke, csecsemő és gyermekgyógyász főorvos kiemelte, egy nagy összefogás eredménye a mentőautó működése, működtetése. 2019 előtt a koraszülött mentést az Országos Mentőszolgálat segítségével valósították meg a megyében. A jelenlegi koraszülött mentő egy mozgó koraszülött intenzív osztály, melyel bárhonnan, bárhová tudják szállítani, illetve megmenteni a koraszülötteket. Nem csak koraszülötteket és újszülötteket szállítanak a koraszülött mentővel, hanem beteg csecsemőket is. Az RSV vírus, amely egy súlyos légzési elégtelenséget okozó vírus, az elmúlt időszakban jó néhány két év alatti gyermeket betegített meg, így az autóval több csecsemőt szállítottak lélegeztetve, akár még Szegedre is. Abdurrahman Abdurrab Mohamed idén novemberben vehette át a Gránit Oroszlán Férfi Példakép címet, melyet többek között a koraszülöttek és a gyermekek érdekében végzett kiemelkedő orvosi tevékenysége mellett a mentőautó érdekében végzett kimagasló munkájáért érdemelt ki. A jövőbeni céljai között szerepel, hogy minél több koraszülöttet és beteg újszülöttet lehessen egészségesen hazaengedni. Emellett szeretne szakmailag is továbbfejlődni. Abdurrahman Abdurrab Mohamed elmondta, a jövőben szeretnék a jelenlegi koraszülött mentőt egy újabbra cserélni. Emellett korszerűsítenék a berendezéseket is. Modern készülékeket szeretnének beszerezni, valamint modern terápiákat is bevezetnének. Ezek között szerepel a nitrogénmonoxid lélegeztetés, amely egy értágító kezelés, amely egy súlyos állapotban lévő újszülött szállításához szükséges. Tovább folytatódott a szennyvíz koronavírus örökítő anyag koncentrációjának csökkenése, bár az átlag koncentráció továbbra is jelentős. Békés Csabán a tendencia csökkenő, a koncentráció pedig mérsékelt. A szerdai adatok alapján 59 esettel 38.114-re nőtt a Békés megyei koronavírus fertőzöttek tavaly óta nyilvántartott száma. Országszerte egy nap alatt 3.359 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 139, többségében idős krónikus beteg. 5.159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.239.000, közülük 3.124.000-en a harmadik vakcinát is megkapták. Békés megyei nemzetiségi díjat kapott Mitták Mónika Éva a napokban Eleken megrendezett Nemzetiségek Napja alkalmából. A gyulai és a megyei német nemzetiségi önkormányzat elnöke tavaly nyerte el az elismerést, de a járvány miatt csak idén vehette át azt. Mitták Mónika Éva 2002 óta tevékenykedik német nemzetiségi képviselőként. Városi és megyei szinten is ellátja feladatát, az országos önkormányzatnál regionális irodavezetőként tevékenykedik. A nemzetiségi vezető céljai között szerepel, hogy segítse a gyulai németek identitásának megerősítését, gyökereinek megtalálását. A jövőben is folytatni szeretné a német hagyomány és a kultúra, valamint a nyelv átörökítését. Tervei szerint mindezeknek 2022-től a felújított Máriás házad majd otthont. Új videóval jelentkezett a napokban a gyulai Power Beat ütő együttes.
Két könnyű zenei klipjük után a jelenlegi az ünnepekre hangulódva egy klasszikus, sokak által ismert zenét, a Carol of the Bells dolgozza fel. Fábián István, az együttes vezetője elárulta, nincs zenei irányzat, amit képviselnének, hiszen szívesen játsszák a klasszikus, ütős muzsika mellett a jelenlegi slágereket is. A legújabbnak számító harmadik videójukat a zeneiskolában vették fel, ahol hetente szoktak próbálni. Árult el Ukrin Béla, a zenekar egyik tagja. A legújabb klip összességében egy nap alatt készült el. Az idei évben megyei Prímadíjban elismert ütőegyüttes nagyon várja a tavaszt, hogy újra színpadon játszhasson. Megújult repertoárjában magyar számok is szerepelnek majd. Advent 4. vasárnapján kerékpáros ügyességi pályával várta a gyulai rendőrkapitányság a kisgyermekeket, valamint szüleiket a világóránál. A rendőrség nagyon fontosnak tartja a balesetek megelőzését, ezért felhívták a kerékpárral vagy kerekes járművel közlekedők figyelmét a téli időjárási viszonyokra. A gyermekek az ügyességi pályán többféle közlekedési eszközt is kipróbálhattak. Ilyen volt többek között a kismotor, a roller és a különböző méretű biciklik. Fenesiné Markovics Nóra elmondta, idén rendezték meg a programot első alkalommal, de nagy sikert hozott, így az sincs kizárva, hogy jövőre is megtartják. Figyelem! Itt a rendőrség! Békés Csabán, Gyoma Endrődön, Szarvason, Makón és Sopronban történtek az elfogások, melyekhez segítséget nyújtottak a Csongrád Csanád, a Győr-Moson-Sopron és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is. A rendelkezésre álló információk szerint voltak olyan nők, akiket a közvetítéssel foglalkozó férfiak megfenyegettek, bántalmaztak és szabadságukban is korlátoztak. A nyomozás jelenlegi adatai alapján internetes oldalakon keresztül adták fel a fényképes hirdetéseket a nőkről, így közvetítették és szervezték meg a találkozókat a partnerekkel. A bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható férfiaknál tartott kutatás során a rendőrök készpénzt, ékszereket, járműveket foglaltak le, és zár alá vettek több ingatlant. A Békés megyei rendőrfőkapitányság a 9 férfi ellen emberkereskedelem büntet gyanúja miatt indított büntetőeljárást, és őrizetbe vette őket. Emellett a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak még hány kizsákmányolt nőt és milyen módszerekkel vettek rá arra, hogy szexuális szolgáltatást nyújtsanak, és a bevételük egy részét odaadják nekik. December 22-én szerdán 2 óra 45 perc körül hőkamera észlelése alapján ellenőriztek a rendőrök 16 külföldi dénes majornál. A magukat indiai állampolgárnak valló külföldiek közül egyikük sem tudta hitelt érdemlően igazolni a személyazonosságát és azt, hogy jogszerűen tartózkodik Magyarországon. A rendőrök előállították őket a gyulai határrendészeti kirendeltségre, ahol idegenrendészeti eljárás indult ellenük. Baleset történt az Elek és Lőkösháza közötti vasúti átjáróban. Lapszemle következik. Vonattal ütközött egy autó Eleknél. A vasárnap délelőtti balesetben egy ember súlyosan megsérült, írta a Beol. A forgalom kora délutántól mindkét sávon zavartalanul ment. Stagnálnak az ingatlanárak Orosházán. Békés Csabán és Gyulán inkább emelkednek az ingatlanok átlagárai. Az Orosz Café azt írta, a vidéki használt lakáspiacon a válaszadók többsége stagnálást vagy 2-3%-os áremelkedést jósol 2022-re. Törekedjünk a józanész tudatos használatára. Próbáljuk meg hasonlóképpen megbecsülni magunkat, mint ahogyan Isten becsül bennünket, mondta a Dél-Magyarnak Kistigó László püspök. A főpásztor hangsúlyozta, ha így teszünk, akkor látni fogjuk, hogy lehet és meg is éri értelmesen élni. Különleges vendég. Ritkaságnak számító hósármány bukkant fel a napokban a Csanádi pusztákon, írta a kmnp.hu. A hósármány az északi tájak költő madara. Grönlandon, Izlandon, a skandináv országokban és Oroszország tundráin, havas területein fészkel. Pár napig folytatódik a szokatlanul enyhe tavaszi idő.
A hétvégére visszatér a hajnali fagy. Kedden sok felhőre, kevés napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Szerdán hideg front érkezik, sokfelé előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Lövésekkel köszöntötték az új évet. A Gyulai vár 1566-os ostromára is emlékeztek a hagyományőrzők. Egészséges újszülött. Január 2-án született meg az év első gyulai babája. Javul a helyzet Békésben. Januárban is tovább folytatódnak az oltási akciók. Turisztikai tanácskozás. Gyulai és Békés Csabai résztvevőkkel zajlott a megbeszélés. Cipős dobozban jött a segítség. Sikeres volt a rászorulókat támogató kezdeményezés. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket közösségi felületeinken is, további jó tévézést kívánunk!